Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Freitag, péntek, Samstag, szombat, Sonntag, az pedig vasárnap. Itt a képek utalnak arra, hogy mi történik pénteken, vagy milyen az energia. Itt a 10-es szám utal egy új kezdetre, amikor egy új periódus kezdődik az életedben. Itt a kelyhekről, tehát érzelmekről van szó. Itt lesz egy új irány, vagy egy új kapcsolat a szerelmi élet területén. Sőt, itt ezen a képen látható ez a szerelmes pár, ami utal rád és őre. Sőt, itt az egész világ jelentheti azt, hogy tervez veled együtt egy utazást. Ez a világ jelenthet internet kapcsolatokat is. Itt van a szerelem, az utazás, egy új kezdet kihat az érzelmekre. Ahogy a képeket itt pénteken látom, ez egy gyönyörű szerelmi energia. Szombaton majd változik a helyzet, hiszen ez a kép utal az emlékekre. Ezek lehetnek szép emlékek a múltból, de jelenthet szomorúságot is. És itt érezhető a szív fájdalom. Itt vannak rossz emlékek a múltból, mert voltak csalódások. És itt megjelenik az ördög, aminek szimbolikus jelentése van. Lehet, hogy valaki becsapott téged a múltban, ezért vannak ezek a szomorú emlékek. De ez a kártya jelentheti szimbolikusan a negatív gondolatokat, vagy negatív érzelmeket is, amikor itt van ugyan egy szép ajánlat, de itt szombaton látható, hogy vannak még emlékek, lehet, hogy ezt összehasonlítod a jelennel, és vannak félelmek, bizonytalanságok, azon kívül negatív gondolatok, ó, ebből úgysem lesz semmi, vagy vannak negatív érzelmek, félelmek, bizonytalanságok. Majd vasárnap javulni fog a helyzet. Itt látható ez a kehely, ami utal az érzelmekre, a tiédre és az övére. Itt megvan ez a nőies fellépés, kisugárzás, de a 9-es szám itt a képen utalhat korlátozásokra. Ez egy szűkös helyzet, vagy a félelmek korlátoznak téged, holott itt a hold az jelenti a te álmaidat, vagy azt is, hogy ő álmodozik rólad, itt megvannak a vágyak, de itt az utolsó képen látható még egy szükös helyzet, amiből ki kellene lépni. Az is lehet, hogy ez a bizonytalanság, ez tart téged így fogva, de a kép mutatja a vidámságot is, tehát sikerülni fog kilépni ebből a helyzetből, vagy átteszed magadat a félelmeken, a bizonytalanságokon, és itt a 9-es szám után megjelenik itt a 10-es szám, ami jelent egy új kezdetet, ahol már felszabadulva érzed magad. Itt meg lesz újra a bizalom ebben a szerelemben. És ez volt a hétvégi jóslás. Kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera!